A nagy hét kezdetével a 40 napon át tartó böjt a végéhez közeledik, így a több hetes hústól való tartózkodás után az ünnepi hétvégén a hagyományok szerint a különböző húsételek és húsból készült termékek kerülnek a középpontba. A húsvétre való tekintettel nincs ünnepi asztal sonka nélkül, ezáltal legerősebb ugye most a füstölt sonka, illetve kötözött sonka, csülök, tehát ezek fogynak leginkább. Kínálatból pedig az idén sincs hiány. De mint minden élelmiszer esetében, így a sonkák és a füstölt áruk kapcsán is érdemes az ár mellett a termék minőségét és elkészítési módját szem előtt tartva vásárolni ahhoz, hogy igazán ízletes falatok kerüljenek végül a családi asztalra. Október közepén sóztuk le az első parasonkáinkat. Az azt jelenti, hogy fél évesek ezek a sonkák. Azt kell tudni, hogy gyors pácot mi nem használunk, sima sózással és füstölésre tartósítunk. Aki tehát szeretné a hagyományos ízeket élvezni mindenféle hozzáadott adalékanyag nélkül, az kerülje a vákumfóliába csomagolt, gyors páctól tocsogó termékeket, és válassza a szemünknek is kedvesebb, igazi eredeti sonkákat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján pedig igazán jó hír a vásárlóknak, hogy nem történt jelentős árváltozás az érintett termékek piacán.